Sok szeretettel köszöntöm ismételten a résztvevőket a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány nyílt eseményén. A mai pódium beszélgetésünk apropója a múlt héten lezajlott német választás. A beszélgetés résztvevői professzor dr. K. Lengyel Zsolt, a Regensburgi Egyetem Magyar Intézetének ügyvezető igazgatója, Decsi István, a Pécsi Tudományegyetem kancellárja, valamint moderár Szatmári Réka, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa. Az eseményen körülbelül egy óra időtartamban egy beszélgetést fognak hallani, ezt követően lesz lehetőségük kérdések feltevésére is. Felkérem ezúton Pónusz Róbertet, a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány Pécsi Képzési Központjának képviseletvezetőjét, hogy köszöntse a résztvevőket. Tisztelt kancellár úr, tisztelt professzor úr, tisztelt rektorhelyettes úr, kedves diákok, kedves résztvevők! Nagy tisztelettel köszöntök itt mindenkit Pécsett az MCC nyitott rendezvényén. Amikor megkérdeznek bennünket arról, hogy mi az MCC, mindig azt mondjuk, hogy ez sokban különbözik egy klasszikus oktatási intézménytől, és ennek több oka is van. Az MCC egy olyan intézmény, ami ott kezdődik, ahol a klasszikus oktatási keretek véget érnek. Olyan dolgokkal foglalkozunk, amiben a hagyományos oktatásban nincs lehetőség, mert nincs elég erőforrás, nincs elég türelem, vagy nincs a megfelelő szakértelem jelen. Itt a Pécsi Képzési Központunkba a régió legtehetségesebb diákjait vesszük fel, és biztosítunk nekik különféle képzéseket élvonalbeli szakemberek által, tanulhatnak nálunk idegen nyelveket, építhetik a saját szakmai hálózatukat, és megismerhetik, hogy hogyan megy a világ. Én egészen biztos vagyok abban, hogy a Pécsről kikerülő diákok, és értem ez alatt a PTE és az MCC-nek a közös együttműködését, a világon bárhol meg fogják állni a helyüket. De mi legjobban mégis azt szeretnénk, hogyha kikerülnek tőlünk, akkor gondolkodjanak, érezzenek és cselekedjenek magyarul, tegyenek a szűkebb vagy tágabb közösségükért, mert a mi felfogásunk szerint a tehetség az csak is közösségben tud kiteljesedni. A diákok mellett nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy az ő volt pedagógusaiknak, rokonaiknak, ismerőseiknek, vagy akár az adott város intellektuális többletre vágyó tagjainak is új impulzusokat tudjunk nyújtani. Éppen ezért jött létre ez a mai rendezvény is. Egy olyan kampusz megálmodásán és létrehozásán dolgozunk, ahova bármikor betérhetnek az emberek, ahol egy jót tudnak beszélgetni, ismerősökkel tudnak találkozni, és normális, intellektuális módon polgári értékeket valva tudják szervezni a mindennapjaikat. Ugye a mai beszélgetés apropója múlt vasárnap lezajlott német választások. Ugye több nagyon fontos kérdés is felmerülhet itt, mi lesz az Angela Merkel utáni korszakkal, hová mozdulhatnak a magyar és a német bilaterális kapcsolatok, vagy akár az, hogy mi Magyarország szerepe és helyzetének kialakult képe a németországi sajtóban. Ezekről mind beszélgetni fognak ma a felkért szakértőink. Ahogy már mondtam, igyekszünk mindig az élvonalba tartozó embereket elhívni, szerintem ez a mai alkalommal is sikerült. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien eljöttek a mai rendezvényünkre. Köszönöm szépen kancellár úrnak, professzor úrnak és programkoordinátor asszonynak azt, hogy elfogadták a meghívásunkat. Bízom benne, hogy hasznos lesz a mai tanácskozás, és hogy még számos MCC-s rendezvényen találkozhatunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Akkor én azt mondom, hogy vágjunk is bele, és kezdjük a mindannyiunkat foglalkoztató választási eredményekkel, hiszen Németország az Európai Unió vezető gazdasági hatalma, ám az eddig kiszámítható és stabil német politika esetében most nagyobb változások is következhetnek, miután az immár 16. éve Németország kancellári posztját betöltő Angela Merkel visszavonul. Elsőként kérdezem is a professzor urat, hogy milyen eredményt hozott a német választás, illetve nagyjából erre lehetett számítani, vagy születtek meglepetések? Szép jó estét kívánok! Köszönöm a meghívást, a bizalmat, a barátságos légkört, amelyet nem először, de remélem nem is utoljára élek itt át Pécset. És köszönöm, hogy ezt a különleges és igényes kérdést, kört járhatjuk most együtt körbe. Nagy meglepetés nem született, viszont nem tudjuk, hogy ki nyert minden szempontból. Matematikailag a
Szociáldemokrata párt nyert 1,5 százalék ponttal, nagyjából. Hogy politikailag ki nyerte meg a választásokat, arra még nincs végleges válasz. A mai hírek szerint, ugye én reggel tudtam alaposabban megnézni a híreket, hogy azóta nagy dolog történt-e, nem tudom, de nem hiszem. A politikai nyertes az, aki rá tudja venni a második, illetve harmadik és negyedik helyezettet, hogy az első vagy a második helyezetre szavazzon. Ugyanis erről szól a játék most, a politikai játszma. Arról tehát, hogy két párt, amely egyébként homlok egyenest ellentétes politikát folytatna, ha az maradna, ami volt eddig, lényeges kérdésekben, tehát a liberális párt, amely egy a mai németországi mezőnyben egyfajta konzervatív német gazdaságpolitikai súlypontú párt, mondjuk úgy, hogy egy klasszikus liberális párt, és a zöld párt, amely egy szociál-ökológiai programot követ. Tehát, hogy ez a két párt, amely két párt tehát ellentétes alapokról indul ebbe a egyeztetésbe, melyik fő vezért választja magának? A CDU-CSU, tehát az Unió, mondjuk úgy formálisan a konzervatív német pártszövetséget, avagy pedig a szociáldemokrata pártot, amely matematikailag a választások nyertese. A választás estéjén elhangzottak olyan utalások valamennyi párt részéről, valamennyi érintett párt részéről, tehát tulajdonképpen négy pártról beszélünk, illetve egy párt szövetségről, olyan, mint a Fidesz és a KDNP, de mégiscsak két párt formálisan, és még a említett harmadik és negyedik helyezett, mindkettő több mint 10 százalékponttal gyengébben szerepelt. Ebből is látszik a legitimitás problémája is, amelyről esetleg külön beszélhetünk. Tehát az választás estén elhangzottak jegyében azt lehet gondolni, én azok közé tartozom legalábbis, akik ezt gondolják, hogy az FTP, tehát a liberális párt, a kék korábban sárga, most már megint sárga színű, mert a kék szint lefoglalta magának az AfD, a szélső jobb. Tehát a sárgák azért szeretnének a zöldekkel összefeküdni a politikai mezőnyben, vagy mezőn, mert a CDU-CSU ebbe az irányba mozdult el már a választások előtt hónapokkal, sőt részben már 1-2 évvel ezelőtt. Tehát megérőben van, és ez az egyetlen igazán jelentős politikai, filozófiai jelentése, üzenete a választásnak. Megérett annak a szövetségnek a gondolata, amelyet a CDU-CSU köreiben lényegében Merkel kancellár asszony ösztönzésére, politikai hangulatának a jegyében kezdtek pedzeni, hol nyíltan, hol kevésbé nyíltan az Unió vezető politikusai. Tehát a fekete és a zöldek szövetsége. Valójában erről szól a játszma. Tehát, hogy ez valóban megérette, tehát megvalósítható-e. A másik jelentős általános üzenete a választásoknak az, hogy a zöld és vörös vonalon látható szociál-ökológiai irányzat milyen mértékben tudja a politikai életet vagy a politikai vezetést átvenni, mert hogy átveszi, az biztosnak látszik, de hogy milyen mértékben, mennyire strukturális az, amit a zöldek tulajdonképpen egy harci kifejezésükkel szoktak kifejezni, a klímapolitikával, hogy ez mennyire, milyen forró ez, amikor megesszük. Nem utolsó sorban ezen a ponton látszanak, vagy fognak látszani, ha oda jutunk, a különbségek mind a három párt között, főleg azok között, azon két párt között, amely a királycsináló két párt. Tehát
egyelőre végszavam az, hogy a nagyobb különbség politikai értelemben tulajdonképpen a liberálisok és a zöldek között látható, kevésbé az unió és a zöldek között, és még kevésbé, mint az unió és a liberálisok között. Tehát a királycsináló két párt már tulajdonképpen egy kis elődöntőt játszik most, ami a német politikai vezetés jövőbeni személyes felállását illeti. Ugyanis ettől függ persze, hogy ki lesz a kancellár. Nem egy elhanyagolható kérdés. Érdekes, még egy utolsó, egy lábjegyzet az első körben. Érdekes üzenet rejlik abban a gesztus értékű megszólalásban, amelyet a Bajor fél, tehát az Unió CSU részének a párt elnöke, Zöder úr, a Bajor miniszterelnök tegnap este tett. Még mielőtt a szövetségének a partnere, Laschet, ezt megtette volna, legalábbis tegnap estig. Elnézést kérek, hogyha esetleg ma ezt már megtette volna Laschet, nem tudom, mert nem tudtam követni, mert úton jöttünk, mentünk, meg egyéb fontos dolgokat intéztünk. Tehát lehet, hogy megtette, de nem ő tette meg először, tehát ő gratulált Olaf Scholznak azzal a jelentős, hát ugye átvitt értelmű üzenettel, vagy kijelentéssel, hogy el kell ismerni a választási nyereségeket, még hogyha csak 1,5% arányban következtek be, és illik ilyenkor gratulálni, és a második nagy mondat az volt, és ezzel gyakorlatilag Laschetnek gyengítette meg a saját partnerének a dolgát, azzal a mondattal, hogy szerinte a kancellárság Olaf Scholzot, tehát az SPD elnökét illeti meg. Jó estét kívánok! Üdvözlök én is mindenkit, és először is szeretném elmondani, hogy megtiszteltetés professzor úrral itt lenni, és egy ilyen érdekes, és talán számunkra is fontos, és mindennapokban is talán majd érezhető kérdésről beszélgetni. Én úgy gondolom, hogy az eredmény, ami született, ha visszatekintünk erre az évre, akkor egy nagyon érdekes folyamatot látunk. Évelején talán mindenki az unió pártokat favorizálta, és egy meggyőző fölényről tudhattunk, magabiztosságról, ami szépen a tavaszra párolgott, és egy zöld fellángolást élhettünk át. Nyárra pedig már a szociáldemokraták bizakodhattak a választási sikerben, és így a választás végére volt megint egy kis uniópárti visszatérés, de talán ott már nagyjából belőhető volt ez az eredmény, ami született. A nagy izgalom azonban szerintem most lesz, ahogy professzor is mondta, hogy sikerül megegyezni a királycsináló pártoknak, és olyan kardinális ellentétekben, mint részben a klímatpolitika, de ahhoz kapcsolódóan az adópolitika, a gazdálkodásnak a szemlélete, hogyan tudnak megegyezni. És ezek lesznek a kérdések, amik meghatározzák Németországnak a gazdaság jövőjét, hogy milyen kihatása lesz, milyen monetáris politikát folytatnak, de ez meg fogja határozni uniós szinten is a gazdasági kérdéseket, akár a közös hitelfelvételnek a továbbvitelét, vagy azt a fajta költségvetelmi fegyelmet, amit eddig az unió pártok, illetve a liberálisok is képviseltek, mind Németország, mint az Európai Unió szintjén, és aminek talán köszönhető volt az, hogy nemzetközi szinten is egy megbízható és kiszámítható partner volt mindig az Európai Unió. Professzor úr említette itt a végén, hogy a Bajor miniszter úr, miniszterelnök úr, Söder már gratulált is a szociáldemokratáknak, ami szintén egy érdekes kérdés, és talán az uniópártok világába mutat egy kicsit, illetve a jövő építésre, hogy ki hogyan értékeli ezt a vereséget, hajlandóak-e ezen tovább lépni, tovább gondolkodni, illetve talán ebbe benne lehet már a 23-as választás Bajorországban, ami
szintén egy érdekes előrevetítés lesz, de nem szeretnék előre szaladni, és kíváncsi is vagyok erre, én is professzor úr véleményére, hogy ez hogyan alakíthatja itt a koalíciós tárgyalásokat. Akkor válaszol is a professzor úr rögtön a kancellár úr kérdésére. Röviden. Igyekszem, sőt, szívesen. Nem csodálkoznék azon, hogyha ez a tegnapi nyilvános sajtótájékoztatóbeli gratuláció egyszerre szólt volna Scholznak is természetesen, de ugyanakkor Laschetnek, mégpedig egy fenékberúgás formájában. Nyögvevelősen, fogcsikorgatva született meg az a döntés, hogy Laschet legyen a kihívó, illetve a jelölt, mert most már nincs kihívó, mindenki jelölt volt, ugye mivel Merkel asszony már nem jelöltette magát. Tehát ez egy rendkívül nehézkes, nehéz szülés is volt, de aztán az első hónapok mindmáig, egész végéig, tehát a kampány legvégéig is érezhető volt, hogy a CSU vezérkarban komoly kételyek léteztek Laschet kancellár jelöltségével kapcsolatban. Több elszólással ezt nyilvánvalóvá tették. Tehát elsősorban én ezt így értelmezem. Ismervén, úgy, ahogy ismerhetem én mezei történészként és politológusként Söder lélek világát. Egy rendkívül hiú férfiú, amely állítólag típus nem annyira ritka a politikai osztályban, de különösen az. Ez egy. Amit mondasz, az bizonyára benne van, hogy mennyire tudatosan és mennyire kiszámított mértékben és hogy úgy mondjam, koncepcionálisan, tehát hogy előkészíti azt a bajorországi pályát, amelyen ő nyilvánvalóan nem veszteni, hanem nyerni akar. Annál is inkább két év múlva, annál is inkább, mert újabb számítások szerint a CSU az össz, majdnem azt mondtam, hogy összbirodalmi, összszövetségi terepen 5-10 százalék pontot vesztett. Tehát olyan nagyon nagy boldogság, elégedettségre neki nincs oka. Most ezek az elszólások ezt igyekeznek palástolni. Azon túl persze mindettől függetlenül igaza van. Tehát illik gratulálni. Ez hozzátartozik a politikai kultúrához, Németországban különösen, mert Németország mindenben, ebben is első helyen szokott megjelenni, önmaga előtt és mások előtt is. Tehát illik gratulálni, és az különleges, abban különleges gesztus rejlik, hogy Laschet ezt még nem tette meg. Laschetről tudni kell, hogy egy rendkívül joviális, rajnavidéki, katolikus, megengedő típus, sokszor ezt is hányják fel neki, tehát nem elég erőszakos, mint amilyen Söder, aki egyébként evangélikus, de ezek inkább csak lábjegyzetek. Tehát más-más természet, ezt akartam ezzel mondani. Tehát joviális, jóindulatú, összhangkereső típus, és most nem gratulál. Miért? Akkor foglaljuk egyszer össze, hogy önök szerint a Kereszténydemokrata Unió ilyen szintű támogatottságának a visszaesését és ezt a rekordgyenge szereplését mi okozhatta? Tehát hogy jutott el idáig ez a folyamat? Hát itt legkésőbb, itt kell Merkel kancellárasszony jelentőségét mindenféle formában és értelemben fölvetni. Tegnap is erről volt szó Miskolcon, igen érdekes párbeszédek alakultak ki az asztalnál, és az ottani kollégával, és azt hiszem, hogy megegyeztünk abban, hogy legalábbis sokszínű és sok értelműen jelentős az, amit Merkel asszony 16 éven át véghez vitt. Ami kétségtelenül pozitív elem, és erről az utókor sem fog jelentősen más véleménnyel lenni, az, hogy
egy olyan stabilitást vitt a német és európai politikába, zárójelben mondom, nyilvánvalóan látható, hogy az EU-s folyamatok jelentős részét Németország határozza meg, zárójel bezárva. Tehát a stabilitás, ami Németországban látható, az egyúttal euró szinten is érvényesül. Tehát ez egy olyan érték, amit lehet, hogy csak akkor becsülünk meg, hogyha instabil világban élünk. Ezzel szemben viszont nem kevesen és nem kevés fontos személyiség belső és külső körből jelzi már, hogy az a tényleg történeti jelentőségű és mértékű veszteség, amelyet az Unió most, amelyet az Uniónak sikerült összegyűjtenie, az legalábbis áttételesen annak a politikának köszönhető, amellyel Angela Merkel tudatosan egy bizonyos sajátos médiapolitikai, társadalompolitikai mellékvágánnyal és mellékszálon, mindjárt elmondom, mire gondolok, kancellársága idején töretlenül és fegyelmezetten végigvitt. Ez az unió szociáldemokratizálása és bezöldítése. Most ezt a német nyelven használt fogalmak lefordításával próbáltam kifejezni. Lehet, hogy vannak jobb szavak rá, de mondjuk megértjük, mire gondolok. Ez egy egyenes ágon végigkövethető folyamat, amelynek a tartalmi elemeit most nem sorolom fel, az atomiparral szembeni viszony, a zöld reformok támogatása, ami egyébként lehet akár egy uniós politikának is a része, miért ne? Egy sor tartalmi kérdésben nyomot követhető. Ugyanakkor egy általánosabb közhangulatban is jelentkező, vagy látható, megragadható folyamatban látható, mégpedig az abban a folyamatban, amelyben Merkel asszony nagyon sikeresen, és ezt tulajdonképpen pártállástól függetlenül a javára írhatjuk, még ha nem is maradéktalanul, az, hogy ő békét teremtett a társadalom azon részeivel, amelyek párhuzamosan egyre nagyobb mértékben követeltek maguknak beleszólási jogot a politikába. Magyarán a médiák, vagy a médiumok, a sajtó. Ez egy igen jelentős folyamat, amelyet észrevétlenül hajtott végre, és amelynek az eredménye, most a vége felől nézve a visszafelé, az, hogy Merkel asszony tulajdonképpen addig lehetne, jelenlegi helyzet szerint addig lehetne kancellár, ameddig szeretné. Mert amíg ő kancellár jelölt, addig a sajtó, a negyedik hatalom egy emberként támogatná, és támogatta őt, és így is lett ő mindig kancellár. Bár csökkenő arányokkal, de stabilan. De ebben rejlik az a félreértés, vagy tévhit, és ezt szokták mondani a kritikusai, hangsúlyozom, hogy a Bárton belüli kritikusok is, az a tévhit, hogy ez a támogatás, ez a pártnak szólt volna. Nem, ez neki szólt, a személyének szólt. Ez egy igen jelentős, még egy jelentős teljesítmény a Angela Merkelnek. Kevés európai politikus tudnék úgy most felsorolni, a kelet-európai országokat beleértve, akik ilyen hiánytalan rokonszenvet tudnának tartósan, folyamatosan biztosítani maguk számára.
No, de a nagy tévhit tehát az, hogy ez nem a pártnak szólt, nem a CDU-CSU-nak szólt, hanem neki. És mihelyt ő már nem volt ott, ezek a szavazók visszamentek a saját pártjaikhoz, a zöldekhez és a szociáldemokratákhoz. Még egy bírálat szokott elhangzani nagyon halkan, és lehet, hogy én is lehalkulok átvitt értelemben. Ez a bírálat arról szól, hogy Merkel asszony nem vette figyelembe, és nem törődött azzal, hogy a CDU, tehát a formálisan konzervatív német párt elveszti a törzs támogatóinak a jelentős részét. És ezek oda vesződtek el, abba az irányba mentek és távoztak a pártból, amely pártot, az AfD-ről van szó, Alternative für Deutschland pártról van szó, amely pártot a CDU viszont karanténba helyezte. Tehát nem úgy mentek el, hogy akkor jó, rendben van, elválunk, mondjuk mint egy polgári válás, és uram, bocsá, utána talán még jobban is bírják egymást a férjek és az asszonyok, hogyha elváltak, mint ugyanazon családban meg szokott történni. Nem. Tehát elmentek és rátették az átkot, tehát velük senkinek nem szabad. Hogy ez, ennek van alapja vagy nincs, az egy másik kérdés, de ez történt meg. Ezzel viszont az következett be, ami most egyik strukturális magyarázata annak, hogy vesztett, és ilyen mértékben vesztett, ugyanis az elpártolt személyiségek, kisebb-nagyobb intézmények, sajtó egy része, általában a keleti térfélen, tehát a volt DDR területén, ezekkel szavazók is eltávoztak, és hogyha ennek csak egy 2-3%-os arányát visszacsalogatta volna, és erre volt javaslat az elmúlt években, de ezeket a javaslattevőket általában elcsapták, vagy elhallgattatták, ha visszacsalogatja, akkor ő lenne 1,5%-kal az SPD előtt. Tehát a CDU vesztett először is jelentős mértékben az AfD-hez, és elvesztett most, vasárnap estig, elvesztette azokat az eredetileg zöld és szociáldemokrata érzületű, lelkületű szavazókat, akik azt mondták, hogy csüssz, Merkel asszony, visszamegyek a pártomhoz. Köszönöm. Ennek tükrében akkor kérdezném, hogy a német közhangulat a választást megelőzően, illetve most így a választási eredmények tudatában milyen volt, milyen lemezte? Hát erre úgy is lehet válaszolni, megkérdezzük, hogy miről nem volt szó a választási kampányban. Ez egy igen érzékeny mutatója annak, hogy hol tart, hogy rezeg az élet a politikai berkekben és a mögött. És ebből a szemszögből viszonylag könnyen közeledhetünk a magyar-német kapcsolatokhoz is. Két dologról, többek között persze, de két jelentős témáról nem volt szó. Az egyik a migráció. Annak ellenére, hogy a kampány kellős közepén, vagy a vége felé, a csúcs pontján robbant ki az afgán válság. Ez azért meglepő. És a másik téma az Orbán Viktor. Hirtelen nem volt róla szó. Ez is meglepő. Az utolsó áttételes jelzés Orbán Viktor felé júniusban történt. A magyarországi törvény, gyermekvédelmi törvénynek nevezett törvény kihirdetése után, amelyre rendkívül gyors, intenzív, még a német viszonylatokban is feltűnően izgága kampány indult be. Nyilvánvalóan választási célzatból egy zöld és egy szociáldemokrata
politikus együttműködése révén megpróbálták a müncheni Allianz Arena-nak a szivárványszínű kivilágításával jelezni, hogy itt van egy valami téma, amelyel Magyarország kilóg a sorból, és Németország a jót teszi. És ez a téma hagyományosan, még ma is, bár már nem annyira kizárólag a baloldali pártok témája. Tehát ezzel a baloldali pártok tudtak eddig szavazókat gyűjteni. Ez június közepén volt. Érdekes módon hosszú évek óta először jelentkeztek erre belső, hogy úgy mondjam, önkritikus hangok, baloldali lapokban is, és a jelentősekben, a Süddeutsche Zeitungban is, a Tagesspiegelben, Berlinben, amelyek mind felvetették azt a kérdést, hogy túl azon, hogy végül is nem ismerjük a törvényt, mert nem ismerték, akik elindítottak a kampányt, túl ezen van-e annak erkölcsi legitimitása, hogy egy egész nemzetet pellengére állítsunk azáltal, hogy a magyar labdarúgó válogatott mérkőzésén tüntetést szervezünk. Ráadásul a sport világába, amely világban ez nem fogadott beavatkozás kísérlet lenne. Ezért sem engedélyezte az Európai Labdarúgó Szövetség a kivilágítást. Végül is nem jött be, de a kampány elindult, és más városokban nem volt semmilyen mérkőzés, mégis kivilágították a stadionokat. Tehát volt egy országos méretű megnyilvánulás, tüntetés egy ország társadalma ellen, nem csak a kormányzat ellen. Ezt ők maguk, az önkritikus hangok is mondták. Lehet, de nem tudom bizonyítani, hogy ezért aztán ennek nem lett folytatása. Lehet, hogy csak a nyár túl meleg volt, nem volt kedvük. Sok minden közrejátszott ilyenkor, de leállt. Attól akkor nagyon féltek egyesek, hogy ez tovább fog gyűrűzni, és meg sem áll szeptember 26-áig, illetve április 10-éig talán akkor lesz az itteni választás. De leállt. Addig, amíg, és ez egy kulcs a válaszhoz, addig, amíg Armin Laschet egy nappal a választás csak utolsó estéje előtt egy interjúban azt találtam mondani, egy mellékmondatban, hogy nem ez volt a kulcskijelentés, de elhangzott, és sokszor a mellékmondatokat kell elsősorban olvasni. Azt mondta, hogy az Európai Uniót nem lehet továbbfejleszteni, és még kevésbé egybetartani Lengyelország és Magyarország nélkül. Na most ez a mai Németországban egy olyan jelentőségű és olyan súlyú, jóindulatú, vagy legalábbis semleges kijelentés Magyarország irányában, amelyen Laschet bizonyára azt akarta üzenni, hogy ő hajlandó lenne a kapcsolatokat újra hangszerelni, legalábbis amennyiben ez rá tartozik, mert azért van ebben magyarországi, van is feladat. Hát, ha beszélünk erről is még. Tehát ez az egyetlen olyan jelzés Orbán Viktorral, és ez legalább nem negatív Orbán Viktort, most úgy értem, hogy a magyar irányú megnyilvánulás, amely nem negatív, de addig nem hozták szóba. Tehát ebből lehet arra is következtetni, épp úgy, mint a migráns témának az elhalványításával kapcsolatban, hogy olyan témákkal nem akartak előhozakodni, amelyek legalábbis több értelműen és nem, legalábbis nem egyhangúan értelmezhetőek, és amelyek esetleg a lakosság közép és alsó rétegeiben inkább ellenszenvet váltanak ki, mint támogatást. Ugyanis ezt
Bizonyára a közvélemény és a fősodor irányítói és kezelői és ápolói észrevették már, volt rá lehetőség, hogy a közvélemény Németországban elválik, legalábbis három részre bomlik, és a második és a harmadik sajtónyilvánosság és közvélemény többnyire nem osztja azt a vélemény hullámot, amelyet az első közvélemény fogalmaz meg és terjeszt. És ezért inkább nem szólnak ilyen témán, nem szólalnak meg, és ebben érdekes módon az összes párt úgymond megegyezett. Nem biztos, hogy tételesen megegyezett, de ösztönösen lehet akár egy kis telefonnal is elintéztek egymás között, hogy ezt most hagyjuk. Úgy hallom, hogy Magyarországon is van ilyen hajlam, hogy a migráció és a menekült problémát hagyják ki a választásból, a választási kampányból. Ennél a kérdésnél szerintem érdemes még egy gondolatra visszakanyarodni az előzőhöz, ugye Merkel asszony, kancellár asszony örökségéhez. Hogyha a 16 évnek csak a végét, vagy utolsó 1-2 évet nézzük, akkor azért érdemes azt látni, hogy nagy kérdéseket nem sikerült megoldania. Talán mindannyian emlékszünk, ugye a 2015-ös menekült válság és annak következményeire, ami gyakorlatilag megjelent Németországban, nagyvárosokban, kisvárosokban, és egy bizonyos alaphangulatot szerintem megadott, és nyilván az AfD-nek az a 10%-a, amit most elértek, illetve az előző választáson talán egy kicsit többet is, az ennek is köszönhető. De mind a mellett voltak, vagy vannak olyan kérdések, amik szintúgy ugye mindennapokban jelentkeznek, és nem lett megoldva. Ilyen az, hogy a német gazdaság már a Covid, tehát a világjárvány előtt lassult. Ennek a lassulásnak pedig olyan következményei vannak, ami kiad a jövedelemre, a jövőképre, a közhangulatra. És úgy, ahogy másott is, a Covid alatt pedig volt egy beszakadás, nyilván most egy fellendülés, de azért ez érezhette hatását. A másik ilyen kérdés szerintem a szociális lakhatás kérdése, ami igen komoly problémát jelent, hiába Európa világ egyik legtehetősebb, talán szociálisan, leginkább érzékeny országáról beszélünk, mégis a lakhatás, ez egy igen komoly kérdés. Olyannyira, hogy a leggazdagabb tartományokban is egy fiatalnak, egy átlagos fiatalnak az, hogy saját lakása, háza legyen, az egy nagyon szép álom, hogyha a családtól örökölni nem tud, vagy ha mondjuk közszférában dolgozik, nem tudom, két rendőrpár vagy tanár, az, hogy önálló lakáshoz jusson, az szinte lehetetlen. És ez megjelent, letükröződött. Most a választások eredményében is, ugyanis ezek olyan témák voltak, amik nem kedveznek az unió pártoknak. Gyakorlatilag megszűntek azok a területek vagy témák, ahol igazán erősek lehettek volna, és ez talán köszönhető kancellár asszonynak is, aki belavírozott jó középre, elhúzta az unió pártokat jobbról inkább középre. Ezzel igaz, hogy a saját népszerűségét, a támogatását biztosította, azonban talán mondhatjuk azt, hogy jellegtelenné tette az unió pártokat a 17 év alatt, és egy nagyon komoly bázis támogatást vesztettek el. És hogyha még visszakanyarunk egy előző gondolatra, talán Bajorországban is ezt látszik, ahol most egy hatalmas esés volt, és épp ezért nem lesz mindegy, hogy most is egy nagy koalíciós kormányzásba fognak az unió pártok belekényszerülni, minden kompromisszummal együtt, vagy esetleg meg tudnak mutatni a jövőben egy önálló arculatot. Ezért fontos talán az is, hogy most a választások kapcsán milyen témák tudtak előkerülni, illetve mi kerültek karanténba, mint például a migráció, bevándorlás, Afganisztánból érkezhető esetleg új menekült hullány, ami nem volt polkorrekt a CDU-nak, CSU-nak, hiszen az AfD-t karanténba helyezte. Ezen a területen, mivel bejött egy párt jobbra, ő nem akart fölmenni, vagy talán nem mert fölmenni. A többi olyan kampánytémában, mint akár
a szociális kérdések, lakhatás kérdése, vagy a zöld kérdés, pedig van jobb, hiszen a szociáldemokratánál ki lenne jobb lakhatás vagy szociális kérdésekben. A zöld kérdésekben ki lenne jobb a zöldeknél. És én úgy érzem, hogy az uniópártok itt egy kicsit légüres térbe kerültek, pont azáltal, hogy elvesztették önálló arculatukat. Ezt kiegészíthetem azzal a, hogy mondjam, csattanos melléktörténettel a júniusi melegnapok, a szó átvitt értelmében is melegnapokból, amely történet azt példázza, hogy milyen erős Németországban is a média hatalma és súlya a politikára. Néha nem lehet igazán pontosan megállapítani, hogy a politikának van sajtója, vagy a sajtónak van politikája. Én hajlok mind a két irányba. Ez a történet azt példázza, hogy a sajtó mint egy előkészíti a terepet, amelyen az illető politikus eléggé hajlékony gondolatú, akkor szépen lépked. Söder miniszterelnök, Bajor miniszterelnök, amikor miniszterelnökké választották, első intézkedésének egyikével fölvetette, hogy a bajorországi állami iskolák osztályaiban akasszák ki a keresztet. Ez 3 évvel ezelőtt volt. Pont. Júniusban, idén júniusban, amikor kirobbant a szivárvány, illetve a német szivárvány állarcot fogott és húzott magára, akkor ő a magyar-német labdarúgó mérkőzés előtt kiment a stadionba, és a sajtófotósával készített magáról néhány fotót, amelyen ő egy szivárvány színű maszkkal áll. Tehát ebből látszik, hogy két világnézetet és világképet és erkölcsi tartást igyekszik egyesíteni magában, de nem egyszerre. Az nem lenne baj, hanem egymás után. Tehát innen nézve az is kérdés, hogy mi volt a téma? Tehát mivel próbáltak nyerni Németországban? Na most itt emellett ez nagyon fontos, erősen városi, jas téma. Berlin, nagyvárosok, főleg Berlin a baloldali politika abszolút többségével nagyon tudja kezelni, vagy próbálja kezelni a lakáskérdést, és egyébként ott objektív értelemben is nagyon égető, sokkal inkább, mint Münchenben, a másik nehéz helyszínen. Meg a baloldali témák, mint a nagyipari befolyás körülhatárolása, vagy akár államosítási felvetések időnként szoktak ilyen módon megfogalmazódni, meglepő módon, és ez általában az SPD vagy a zöld, de inkább az SPD felől jön. Volt egy téma, vagy van egy téma, amely az elmúlt 3-4 évben sűrűsödött össze, nem csak német, de Németországban, mint oly sok más témában is első rangúan, első helyen görgetett témává nőtte ki magát. Ez az úgynevezett társadalmi egyenlőség témája. Ezt most ilyen, hogy is mondjam, inkább tudományosan fejeztem ki. Más szavakkal is szokták ezt jelölni, ez az identitári politik, tehát az identitás politika, amely vélhetően Magyarországon mást jelent, mint ott. Tehát itt néha meg kell határozni, mit értünk azon a szón, mert az Magyarországon vagy Kelet-Európában általában mást jelent. Ez azt jelenti, amiről a konfliktus is szólt júniusban, a gyermekvédelmi törvény elfogadása után, majd megszavazása után. A női és egyéb kisebbségi jogoknak a védelme, kivéve, és ezt érdemes megjegyezni, vagy észrevenni, kivéve az etnikai és nemzeti kisebbségek jogait. Tehát ez egy olyan témakör, amelyre, hogy úgy
fejezem ki magam, rákattant az Unió is. Szivárványos állarc, vagy arc, vagy maszk. És amellyel úgy tűnt eddig, és úgy látszik, hogy ez egy valóságos, és még messze nem, hát nem feldolgozott és maximálisan kihasznált témakör, amellyel a jövőben nagyon kell számolni, és ez is egyfajta hidat építhet a magyar kapcsolatok felé. Tehát az egyenlő neműek házassága például, a homoszexualizmus, a transzszexualizmus, a feketék jogai, érdekes módon éppen Németországban is. Tehát ez az a kör, amellyel vélhetően a jövőben még nagyobb mértékben lehet szavazatokat gyűjteni, és amellyel legalábbis nem veszt Németországban, tehát amelytől nem fél egy német párt, legalábbis nem annyi mértékben, mint mondjuk Kelet-Európában nagyon sok párt, és általában a kormánypártok is. Ez azt jelenti számomra, hogy a tartalmi problémáktól eltekintve, hogy itt a szétfejlődés Németország és Magyarország között valószínűleg akkor is tovább fog fejlődni, és tovább fog tartani, esetleg mélyülni, ha netántán Armin Laschet nyerné meg a meccset, és ő lenne kancellár, aki a leginkább jelzett, a jelzései szerint a leginkább lenne hajlandó arra, hogy legalábbis stabilizálja a helyzetet Magyarországgal, és ne mélyítse a konfliktust. Ugyanis az, ami Magyarországon többségileg úgy tűnik elfogadott álláspont, a felmérések szerint ellenzéki körökben is többnyire osztják a kormány véleményét a témakörben. És az, amit a kormány nagyon erőteljesen, például tavaly, a múlt héten a demográfiai csúcs keretében legmagasabb szintű kelet-európai részvétellel, feltűnően csak kelet-európaiak voltak, és nem csak V4-esek, ami megint csak feltűnő, a szerb miniszterelnök jelenléte és bekonferálása és bemutatása több szempontból igen jelentős, több mint gesztus értékű megnyilvánulás volt Orbán Viktor részére. Az, hogy volt amerikai alelnök is ott volt, az sem volt jelentéktelen húzás, de mondjuk ügyvéd és jómódú amerikai polgár, tehát most már könnyen mondja ő azt, hogy a számára a Biblia az irányadó és semmi más. De ennek is volt üzenete. Na, tehát ez nagyon erősen jelez egy irányt, amellyel szemben a németországi közélet és politikai elit, és mondanom sem kellene, a média 80%-a, 85%-a szembe megy. Tehát a válasz arra, amit nyilván felvethetünk ma, hogy mi változhat, ha ez vagy ha az nyeri meg a kancellári meccset, az, hogy sajnos sok jót nem látok. Egy kis remény van, és talán ezzel a kollégával is megegyezhetünk, az előbb jelzett gazdasági kapcsolatok témájával, ami meglepő, tehát szinte, hogy érthetetlen módon olyan jó, érthetetlen, hogy általában jelzem ezt érthetetlen módon, mert hogyha a politikai imázs és a kulturális imázs felől nézzük, akkor nem is értjük, hogy lehet olyan jól, hogy érezheti magát a német cég olyan jól Magyarországon, ha közben Magyarország egy diktatúra, ahol üldözik a kisebbségeket és sanyargatják a hajléktalanokat, mondjuk. Tehát a gazdasági kapcsolatok azok, amelyek talán az utolsó mentő jelenleg. Nem hiszem, hogy még oly baloldali politikával
meg lehet kötni a gazdaság kezét Németország, és meg akarnák kötni. Én ezt nem hiszem. Mégpedig azért sem, mert a német politikai elit lelkülete alapvetően a nagyhatalmi, nagyhatalmi pozícióra hajt. Azt nem vallja be, hogy azt csinálja. Állandóan és rendszerint tiltakoznak az ellen, ha azt mondjuk nekik, hogy ti vagytok Európa. Nem, mi nem. De. És ez az, ami megmentheti a magyar-német kapcsolatokat. Nem fognak lemondani arról, hogy üzleteljenek Magyarországon. Időnként beléjük rúgnak a sajtós egyik-másik fegyelmezetlenebb képviselője, hogy miért üzleteltek egy diktátorral? Hogy lehet ezt? És akkor valamelyik egy fél kommentárral fölveti, hogy de miért üzletelünk Kínával? És akkor elhallgatnak. Tehát ez az, ami feltűnő 11 éve, amióta folyamatosan romlott az imázsa Magyarországnak, és nem csak a kormánynak, hogy lehet ez? A gazdasági élet és a magyarországi gazdasági élet viszonyairól és az általános keretről rendszerint jó, vagy nagyon jó vélemények jelennek meg. Például az FAZ gazdasági rovata vagy melléklete az folyamatosan jót közöl. Tehát akár itteni cselekvő alanyoktól, akár külső megítélők, elemzők tollából. Miközben adott esetben ugyanabban a lapszámban hatalmas méretű pocskondiázása zajlik egyik-másik politikai folyamatnak. A szó nemes értelmében pocskondiázása, mert nem tárgyszerűen, hanem hangulatkeltően. Kancellár úr, magyar szemszögből ezt hogy látja? Milyennek ítéli meg az utóbbi évek német-magyar gazdasági kapcsolatait? És itt rákérdeznék akár szűkebb térben is, akár Pécs, vagy a megye, és Németország, vagy német cégek gazdasági kapcsolataival, illetve ennek a jövője mit hozhat? Én először makrogazdasági szempontból közelíteném meg a kérdést, és itt látok azért bizonyos különbséget, hogy ki fogja a következő időszakban Németországot vezetni, és milyen gazdasági politikát fog folytatni. Az elmúlt években a gazdasági szemlélet az hasonló volt Németország és Magyarország között, gazdálkodási fegyelem, a Maastrichti kritériumok szigorú betartása, eladósodottságnak európai szinten leszorítása, és nincs közös felelősségvállalás, nincs közös hitel, mindenkinek magát kell finanszíroznia, és ez külön érvényes ugye a déli államokra, de többek között Franciaországra is, ahol az elmúlt években tovább erősödött az a folyamat, hogy az eladósodottság szintje az nőtt. És itt lesz most egy vízválasztó időszak, hogy a következő német kormány ez milyen politikát fog folytatni. Marad-e ezen a szigorú elvek mellett, mert ha marad, ahhoz neki szövetségesek kellenek Európában. És ezen a téren egyértelműen a déli államok nem szövetséges, egyébként a nagybarát Franciaország nem szövetséges, hanem a szövetséges az a Közép-Európa, V4-ek, és ezek között is kiemelkedik, vagy erős szövetséges Magyarország. Tehát ha marad ez az irány a CDU-val, liberálisokkal, tudják, vagy a fölül tudnak múlni a zöldeken, akkor eltávolodás szerintem, vagy további távolodás nem lesz, hanem mondjuk talán stabilizálódnak ezen a szinten a kapcsolatok, és az európai intézményrendszerben ez az egymásra utaltság egy idővel egy enyhülést hozhat. A nehézség számunkra akkor van, ha mondjuk egy másik kormány, a szociáldemokraták vezette kormány formálódik, és ott a zöldek lesznek a meghatározók, és mondjuk kevésbé ragaszkodnak ezekhez a kritériumokhoz, esetleg pártolják azt a további hitelkibocsátást, vagy esetleg közös adósságvállalást a déliektől, ami nyilván nekünk nem érdekünk,
És már itt is lesz egy ellentét, ahol korábban mindig volt egy együttműködés és egy irányba húzás a német gazdasággal, egy újabb feszültség pont keletkezik, mindazon felül, amit látunk a médiában is, és megélhetünk. Ami viszont jó hír szerintem az, hogy befektetői szinten, mikroszinten ez nem jelentkezik, sőt, az elmúlt időszakban is Magyarország nyertese volt, még akkor is, amikor Németországban egy gazdasági lehűlés volt, ahogy mondtam, a Covid előtt, Magyarországon, illetve a kétoldalú kapcsolatok erősödtek, Magyarország növekedni tudott a gazdaságban, és ennek egy jelentős elleme volt a német befektetés. Tehát valamilyen szinten mi talán nyertese is voltunk annak az időszaknak, amikor kedvezőtlen volt a Németországban a gazdasági környezet, és bizonyos tekintetben a tőke, a munka az jött át hozzánk. Nagyon erős érdekek vannak, német gazdasági érdekek Magyarországon, több mint 300 000 munkavállaló van, aki német kötődésű céggel dolgozik, vagy cégnél dolgozik, és nem csak összeszerelőüzemek, hanem igen magas hozzáadott értékű kutatásfejlesztési központok, amiket nem lehet egyik napról a másikra kitelepíteni, elvinni. És hála Istennek mondhatom azt, hogy ezen a területen egy igen komoly elégedettség van, és kritika biztosan nincs a magyar gazdaságpolitikával szemben. Akár az adórendszert nézzük, akár a foglalkoztatási környezetet, és talán a munkavállalókat, a képzést is, ahol szintén komoly befektetések születtek német részről, hogy az oktatási rendszerben részt vegyenek, erősítsék, és ez csak egyre szélesebb területen nyilvánul meg, hiszen azt látni kell, hogy az adott gazdasági környezetnek vagy mellett az egyik legfontosabb tényező, a humán tényező az ember, aki bizony dolgozik. És ebben igen komoly hiány van Németországban is, és gyakorlatilag a közép-európai térségek nekünk is az egyik fő erősségünk. Hogyha megnézzük szűkebb környezetünket, itt Pécset megyét, azt jól láthatjuk, hogy nekünk is a legerősebb vállalataink, cégeink, gazdasági kapcsolatunkban németek vannak a vezető helyen, német cégek. Pécs tekintetében is talán még most mondhatjuk azt, hogy egy német gépipari cég a legerősebb foglalkoztató, hozzáadott érték tekintetében is, illetve munkavállalók számák tekintetében is. És a visszajelzések azok, hogy elégedettek a befektetői környezettel, elégedettek a kiszolgálással, az emberekkel, általában véve az életminőséggel, ami Magyarországon van. Ezt olyannyira mondhatom talán, hogy bizonyos vagy sok tekintetben előny vagy versengenek azért a cégvezetők, középvezetők, hogy családdal mondjuk Magyarországra jöhessenek, hiszen az a juttatási rendszer, amit ők kapnak, itt jobban érvényesül, és mind a lakhatási körülmények az iskolában pedig olyan színvonalat kapnak, ami közelít a németországihoz. Ez egyébként megjelenik a partnercégek, illetve a kormányzati kapcsolatban is. Ugye több ilyen érdekegyeztető fórum van. Én úgy gondolom, hogy ezeknek az ott megszületett javaslatok beépültek, és ebből adódóan a magyar gazdaságpolitika a német cégek tekintetében az igen pozitív, és az elmúlt években jó magam is részt vettem több ilyen tárgyaláson, egyeztetésen, és ott jó volt magyarnak lenni. A kritika nem fogalmazódott meg, tehát egy egészen más stílus, látásmód érvényesül ott, mint mondjuk a nagypolitikában, vagy olyan népszerű témákban, ami egyébként a sajtóban megjelenik, vagy az előző választási kampányban, ugye miniszterelnök úr is többször megjelent, vagy előhúzták azok téma kapcsán, mint a migráció, vagy most ez a szivárvány kérdés. Professzor úr, kiegészítenék néhány gondolattal?
Hasonlókat tapasztaltam a budapesti német gazdasági körökben, amelyeknek a hosszú évek során gyűjtött ismeretanyaga is azt bizonyítja, tételesen egy képviselő mondta ezt el nekem kérdésemre, hogy itt szó sincs korlátozó vagy igazságtalan állami beavatkozásokról. Ellenkezőleg ők kiváltságos helyzetben vannak, vagy érzik magukat itt. És abból indulnak ki, hogy ez így lesz, bárki is legyen itt hatalmon Magyarországon. Tehát ezt a gazdasági politika stabilitási igényét és akaratát fejezi ki innen nézve, tehát Budapestről is. Ugyanakkor meg jelentős ez az összefüggés, azért is csak címszóként említem meg, mert időnként az a vád fogalmazódik meg, vagy fogalmazzák meg Magyarországgal szemben, hogy két kézzel veszi el a pénzt, amit az EU ad, és nem ad érte semmit. Hát ez az egyik legsúlyosabb, mondjuk félreértésnek, ami Magyarországon kapcsolatban a médiákban terjed. Épp ez a téma az a bizonyíték arra, hogy ez pont nem így van, hogy most ez pontosan ki hogy számolja ki, és milyen statisztikát állít fel, tudjuk, hogy ezt lehet a megrendelő igényei szerint is finomítani, de az tény, hogy innen jelentős mértékben viszik is a hasznot, és azért vihetik, mert itt termelik meg. Ehhez a témakörhöz. Rendben, köszönöm. És akkor most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy bár igencsak elkényeztettek a szakértőink, tehát nem kellett nagyon megizzadnom és megizzasztanom őket kérdésekkel, mert jó szívvel és kedvesen megosztották velük a gondolatainkat, de én úgy érzem, hogy elfáradtam a kérdésekkel, és átadnám a kérdezésnek a lehetőségét a kedves vendégeinknek, a kedves közönségnek, úgyhogy bátran biztatnám önöket, benneteket, hogy ha maradt olyan kérdés bennük, amire nem kaptak választ, vagy ami igencsak piszkálja a fantáziájukat, akkor csak bátran is nabozzanak, és kérdezzék a tisztelt szakértőinket. Először is nagyon szépen köszönöm az előadást is, igazán elmetágító hatással volt rám. Ami kérdésem lenne viszont, hogy nagyon sokat hallottunk ugye itt az Unióról, a szociáldemokratákról, zöldekről, liberálisokról, illetve az ő elképzeléseikről, viszont valamennyire úgy érzem, hogy Merkel asszonyhoz hasonlóan kicsit az AfD-t mi is karanténba zártuk itt a beszélgetés keretei között, hogy engem igazán érdekelne, hogy velük itt a választásban mi volt a helyzet, tényleg a jobboldali patás ördöge ez a párt vagy pártkoalíció, mert főleg így Magyarországról azért erősen csak a baloldali média dzsungelen keresztül lehet bármilyen információhoz is hozzájutni. Nagyon szépen köszönöm. Az AfD-nek leegyszerűsítve kifejezve két arca van. Egy Janus arcú képződmény. Eredetileg egy ősliberális pénzügypolitikai fő csapás irányú párt volt, amelyet megszálltak 13 körül, 12-13 körül azok a volt CDU-s részben kiöregedett, részben csalódott tényezők, akik valami újat akartak, azáltal, hogy a régi keresztény demokráciát akarták fejleszteni. Na most ez az egyik arc, amely ma is meg létezik, egyik főemberük egy volt CDU-s politikus, és több vezető politikusuk, például az egyik európai parlamenti képviselőjük, ennek a szárnynak a feje, az arca. De van egy utcai arca is, ez tény, van. Ugyanakkor, ugyanis akkor, amikor a CDU egy része átpártolt az AfD-be, egyébként elég csúnyán kirúgták azokat a régi liberálisokat, akik 12-13-ig tulajdonképpen egy programponttal foglalkoztak, az euró visszaszorítása és az eurósításból származó problémáknak a megoldásával foglalkoztak, de kirúgták, tehát kiszorították őket.
De emellett beengedték az utcát, különböző nem formalizált szociális jellegű migráns tematikában hát belekapaszkodó, hol több, hol kevesebb bele érzéssel és eleganciával fellépő elemek, amelyek miatt, vagy amelyek kapóra jöttek azoknak, akik, és ebben Merkel asszony a fő alak, vagy tényező, akik azt mondták, hogy ezekkel semmilyen formájú párbeszédet nem szabad folytatni. Tehát a valóság az, hogy melyikkel nem. Az utcával nyilván nem akar senki párbeszédet folytatni, de ha ott van, akkor nem az a, talán ez az egyik válasz erre a kérdésre, retorikai kérdésre, akkor nem az a megoldás, hogy nem veszem őket tudomásul, és úgy teszek, mintha nem léteznének, hanem megpróbálom őket beintegrálni, betagolni, vagy pedig valamilyen módon formálisan elszigetelni a párton belül. Ezzel próbálkozik a másik szárny, de eddig kudarcot vallott. Ez az igazság. Tehát az a 10%, amely ma vasárnap szövetségi szinten összegyűlt nekik, jelentős, de valamivel kevesebb, mint 17-ben volt. Azt hiszem 2% ponttal gyengültek. Ami nem a világ, tehát messze nem nem igaz az, amit 17-ben mondtak, hogy akkor azért gyűjtöttek 13%-ot talán, vagy annyi, azért sikerült nekik ennyire részben tartományi parlamentekbe is bejutni, mert a migránsválság úgymond témát dobott a lovuk alá. Tehát a válasz az, hogy van egy ilyen, és van egy olyan AfD. És ez nagyon megnehezíti elsősorban a CDU számára annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy hogy lehet értelmesen és politikailag hasznos módon bánni ezzel a párttal. Az, hogy nem hasznosan bántak, az biztos, mert egy N méretű szavazat vagy szavazó csoport ott maradt, és az hiányzik most. Hasonlóan erre a kérdésre, vagy erre vonatra fölülve, az is szembeötlő volt, és akkor ez a még egy párt, aki a palettán van, a Linke, uh-huh. És hogy egy más szemszögből nézzük a felosztást, nem a tradicionális jobbal, azt el lehet mondani, hogy talán nekem ez volt a legnagyobb meglepetésebb a választásban, a Linke a legnagyobb veszteséget százalékosan elszenvedte. Lehet ezt azt mondani, hogy annak ellenére, hogy egy speciális elegy jött létre, migráció után vagyunk, Covid után vagyunk, ahol adná magát, hogy a szélsőségek erősödnek, azt látjuk, hogy a szélsőségek gyengülnek Németországban. Ez mivel magyaráz a professzor úr? Hát ez is a merkeli politikával magyarázható. Ebben az értelemben egyfajta kedvező fejleményként nyugtázható eredmény. A Linke meggyengülését az okozta az eddigi adatok szerint és a választók vándorlási statisztikái szerint, hogy a zöld szociáldemokrata tömb, ami megint csak 25%-os, tehát igazán tömbnek nem mondható, de most jobb hiány annak nevezem, beszívta a baloldal azon részét is, amely eléggé jól érzi magát a zöld és a szociáldemokrata ernyő alatt. Még akkor is, hogyha a kancellár jelöltjük egyfajta, hát hogy is mondjam, ezt lehet finomabban is kifejezni, de most hagyd mondanám, hogy egy katalógus arc, tehát a konzervatív SPD arca, vagy valamelyik színes katalógusból. Tehát itt a valóság egészen másképp fest, de mégis el tudták hitetni sokakkal a Linke környékén, hogy ez egy dögösen baloldali politika lesz. És ez végső soron annak a politikának köszönhető, amely erre építette saját politikai súlyát, meg is dicsérték ezért Merkel asszonyt folyamatosan, tételesen is,
meg átételesen is. Tehát a nyári búcsú dokumentációk mindegyike ilyen hangnemben szólt róla. Én nem emlékszem, de ez az én hibám valószínűleg, nem emlékszem olyan mellékmondatra, vagy lábjegyzetre, ha ezt tévében meg lehet ejteni, amely arra emlékeztetett volna, hogy arra két dolgot mondok, és elnézést kérve a kis kitérőért, hogy Merkel asszony 11 tavaszán tulajdonképpen a kancellári kandalló mellől döntötte el azt, hogy Németország 2022-ig kiszáll az atomiparból. Tehát ezt ő egyedül döntötte el a Bundestag megkerülésével. És senki nem vette zokon tőle. Erre nem emlékszem, hogy ezt valamilyen módon megemlítette volna valamelyik műsor, de lehet, hogy van. Nem, de nem jellemző, az biztos. És a másik, hát a 15 nyara. 15 késő nyara, vagy kora ősze, amikor elképzelhető, hogy véletlenül, vagy személyes felindultságában, meg nagyon is meleg volt, nagyon meleg volt. Tényleg, ezek néha így születnek, ezek a döntések, és valószínűleg meg is sajnálta a keleti pályaudvaron oly rosszul ellátott menekülteket, és beindított egy folyamatot, amelyet tulajdonképpen mai napig nem állított meg. És ez ennek a hatása hosszú távon nem látjuk, középtávon sem nagyon, de látjuk az eredményét. Annyi viszont megtörtént, és ezzel az előző jelzésemet szeretném kicsit színesíteni, tehát volt egy kis szó a migráns témáról a választási kampány koranyáron zajló folyamataiban, de akkor elhallgatott, és azért, mert kényes módon tették, tehát rázos témaként hozták szóba, és egy olyan üzenettel, amelyről mindenfélét lehetett mondani, attól függően, hogy mit diktált az érdek, a mindenkori érdek. Több párt úgy nyilatkozott, hogy 15, majdnem szó szerint idézem, lefordítva, nem szabad megismételni 15 eseményeit. Pont. De tényleg pont. Tehát nem volt, csak egy ilyen, lehet, hogy egyfajta szonda volt, hogy na, hogy reagál a közélet erre. És voltak ilyenek, olyan kommentárok, vajon ez mit jelent? Na, vajon mit jelent? Hát mit jelent? Hát hogy minden? Tudjuk, hogy mit jelent, de nem, mert a média se szerette ezt a témát, mert nem tudta most akkor, mit szabad erről írni, vagy mit illik erről írni. És akkor levették a... Na, szóval Merkel érával, ahogy a plakát is hirdeti, érában történtek olyan dolgok, amelyeknek jó leső és jóságos hatása, vagy hatásaival valószínűleg egy sor kedvezőtlen hatás is párosul, csak ma még nem tudjuk pontosan, hogy milyen hosszú távon, milyen távú kihatással. Az, hogy a CDU vesztett, azt én nem egyedül, hát itt tehát a témának a mélyébe ásó szakemberek is ezt gondolják, egyesek is mondják, az Merkel baloldali irányultságával magyarázható. Elvesztettük, mondják a CDU-s, nem olyan rég találkoztunk egy olyan CDU-s politikussal, aki mostanáig a szövetségi parlament tagja volt, a frakció vezetőként, kelet-német térségből, és ő is azt mondja, hogy folyamatosan jelezték a kancellárasszonynak, hogy csináljon valamit, mert ennek nem lesz jó vége, mert elvándorol egy jelentős szavazat arány a pártból, amely hiányozni fog. Politikai elemzők és tanácsadók is, az egyik visiting fellow is ráadásul, aki most éppen itt társunk Budapesten, meg Magyarországon, meg még Kolozsváron is, mint hallom, oda is ellátogat. Ő is azt mondja, hogy többször, ő személyesen is beszélt a kancellár
talán hivatalával, talán vele is, nyoma nem maradt. Nem fogadta be ezt a tanácsot. Hogy ügyeljen azokra a úgymond jobboldali részekre, amelyek nem fasiszták, nem rasszisták, hanem németek, akik szeretnének továbbra is németek maradni. A Linkével kapcsolatosan talán professzor úr meg tud abba erősíteni, hogy az uniópártoknak a legfőbb üzenete az volt, hogy bárki, csak ne a vörös-vörös-zöld legyen, és ahogy mondani szokták, talán túl sok fényt kapott. Tehát azok az üzenetek, amik nagyon erősek voltak nekik, mondjuk, hogy a NATO-tagság kérdése, az ki lett emelve és meg lett világítva. És én úgy gondolom, hogy aki kevésbé radikálisan baloldali volt, az lehet, hogy azt mondta, hogy bocsi, inkább nem is, vagy a zöldhöz megyek, ha az áll közelebb, vagy pedig a szozdemekhez, hogyha az áll közelebb, mert ez talán mégse olyan, hogy vállalható. És ha jól emlékszem, ebből kicsit vissza táncolás a Linkétől, talán csak augusztusban volt, és az meg lehet, hogy késő volt. Igen. És köszönöm ezt a jelzést, mert ez még egy gondolatot indíthat el, és el is indítom röviden. Volt egy olyan gesztus a Scholz kancellár jelöltnek, amely szintén arra ösztökélhetett egy sor Linkést, hogy oda menjen. De áttételesen. Scholz mindvégig nem volt hajlandó arra, hogy kijelentse, ő nem köt a Linkével szövetséget. Tehát fegyelmezetten ellenállt minden csábításnak. Ez azt jelenthette, én ezt így értelmeztem volna, hogyha Linké választó lettem volna, hogy ez azt jelenti, hogy ő akár velünk is jóba lehet. Akkor megyek egyből hozzá. Tehát érti, hogy mit akarok mondani? Tehát eznek a hatása bejött, ha ez volt a terve. Nem tudom, mi volt a terve, csodálkozott is az FAC-ben, állandóan piszkálták, mert az FAC a vége felé észrevette, hogy itt többről van szó, mint puszta választásról. Itt így egy politikai kultúrának egy új út elágazáshoz ért, mondjuk így. Többet talán nem mondanék, de itt elágazhat a német politikai kultúrában a főút egy mellékúttól, és a főút, ha az annyira tömbösítve balra megy, akkor lehet, hogy újra kell bizonyos dolgokat gondolni. Ezért örvendenek is egyesek, már előzetesen bejelentették, hogy nem is baj, hogy a CDU veszt, legalább magába száll. És új utakat kezd fürkészni. Kovács Ferenc vagyok. Köszönöm szépen az előadóknak, az ma estét nagyon tetszett, és az MCC-nek is a szervezést. Egy kérdés, ami nem tisztázott számomra, vasárnap délelőtt olvastam én is, hogy Laschet kvázi egy békenyugbot nyújtana itt a Magyarországnak, Lengyelországnak. Én ezt itt a koalíciós tárgyalások megkezdésekor nem tudtam értelmezni, kinek akar ezzel üzenni. Mert hogy a zöldeknek nem, az biztos, FDP-nek, vagy hogy ezt értelmeznék számomra, akkor köszönöm. Hát ezzel ő a németországi második és harmadik nyilvánosságnak üzent. Onnan próbált még néhány ezer szavazatot összegyűjteni. Mert a második és harmadik nyilvánosság az nem csak Magyarország párti, hanem a kommentárirodalomból, meg a digitális publicisztikából kiderül helyétről hétre, hogy egyfajta példaképet lát Magyarországon, nem csak a kormányban, hanem a fejében is. Kormány fejében is. Tehát az ott közmegegyezéses tétel, hogy Németországnak nem szidnia kellene, hanem több témában tanulnia kellene Magyarországtól. Bizonyára tudja ezt Laschet, nem csodálkoznék, ha ezt nem jelezné neki a csapata, de az is jellemző, hogy az utolsó napig várt, amikor már nagyon
nagyon égett a háza. Ez is jellemző, ez is jelzi, hogy milyen súlya van Orbán Viktornak és a magyar kormánynak a német belpolitikában. Orbán Viktorral választásokat lehet nyerni és veszteni. Eddig veszteni tudtak, hát most ez, ha most elnézést kérek, de ezt most semlegesen mondom, attól függetlenül, hogy most én erről mit gondolok, vagy mit érzek, de eddig csak vesztettek, illetve Orbán nyert. Ugyanis például, hadd mondjam el, hogy 2 évvel ezelőtt, ami végülis egy kínos eredmény, mert tovább rontotta a viszonyokat, de tételesen nyert Orbán Viktor, amikor ugye Manfred Weber, bajor politikus, eljött Budapestre kicsit veszekedni vele a CEU ügyében, egy szaktémában, amikor megegyeztek, hogy rendben van, megoldják valahogy, Bajorország beszáll, stb., és hogy támogatják egymást a elkövetkezendő, akkor éppen soron lévő európai parlamenti választások során. Manfred Weber visszament, és 2 héttel később a német közszolgálati tévé fő műsorában, hírekben azt hiszem, hírvatásban, vagy hír főműsorban kijelentette, hogy ő nem akar magyar szavazatokkal Európa főnöke lenni. Másnap vagy harmadnap Orbán azt mondta, hogy kérem szépen, akkor nem támogatunk. Na most meg is bukott. De itt egy hatalmas félreértés történt, amit kihasználtak mindenki ellen, mégpedig ki? Merkel. Nem lett az, de nem azért, mert Orbán megvonta tőle, most annyira nem hatalmas a miniszterelnök, hogy ezt ő megtehetné, tehát azért ott vannak még országok, amelyekben ebben döntenek. Nem, hanem megtörtént ez a szavazat, vagy ez a bizalom elvonás, illetve bizalomon felmondás, először is Manfred Weber részéről, aki CSU politikus egyébként. És Orbán részéről a bizalom elvonás. Közben az történt, hogy a francia államelnök Macron, aki mindent megmozgatott már addig is, hogy megakadályozza Manfred Weber megválasztását, bedobta az új nevet, aki aztán az is lett, az Ursula von der Leyen asszony nevét, és erre Merkel, amilyen jó szimatú és ravasz érdek képviseleti tehetséggel megáldott asszony, rá is csapott. Tehát akkor hozták, tehát húzták ki a kalapból az új elnököt, és 2 nap múlva ő lett az elnök. Tehát Manfred Weber ugye az utólagosan és a sajtó nyilvánosságában kijelentette, hogy őt Orbán Viktor buktatta meg, és azóta örök harag uralkodik kettejük, és sajnos a 2 ország között, illetve tartomány és ország között, Bajorország és Magyarország között azóta felső szinten be vannak fagyasztva a kapcsolatok. Tehát ez ilyen értelemben mondtam az előbb, és nevettem egy kicsit, hogy nyert Orbán, de mégiscsak vesztett is. No de én azt gondolom, hogy ebben is érezhető, vagy megragadható az, ami német-magyar kapcsolatokban az elmúlt években megragadható volt, illetve kialakult. Az a viszony, amelyben egy kis hatalom, vagy egy nem hatalom, amely időnként megpróbál nagyobbnak lenni, mint a mi, és egy nagy hatalom, amely ugyanakkor megpróbálja palástolni, hogy ő nagy hatalom, találkozik, és ebből a 2 némileg önképzavaros életből és felfogásból nehéz és furcsa dolgok születnek. A német hatalom, nevezzük így Németországot, mert az gazdaságilag is, de politikailag is, érdek érvényesítésében is az, és a társadalmi mozgalmak terén, tehát ő azt abban, ami a világon nagyon sok felé, nem csak Európában, de Európában is a többség hangulata azt megragadja és viszi és vezeti.
ez a hatalom mindeközben mindig egy olyan történeti anyagot is görget magában, és használ, és értékel a Magyarországgal folytatott kapcsolatokban, amely Magyarországot a második világháborús korszakból, mint régi partnert, úgymond szövetségest szerepelteti. Érdekes módon sok nyelvi leleménnyel jelzik ezt a sajtóban, amikor például a Fidesz über alles szalagcímet használják, Deutschland über alles rímelve, vagy a vezérdemokrácia, Führer demokrati, hát a Führer, vagy amikor a családtámogatási politikát országos hírnevű újságírók olyan politikának nevezik, amely őket, őt, a német újságírót a náci birodalom családpolitikájára emlékezteti. Tehát folyamatosan összehasonlítás történik, akár csak fogalommal, akár csak jelzésekkel, de sokszor kidolgozott dokumentumfilmekben, cikkekben és hasonlókban, amelyekben a német fél mintha önmagát tisztítja meg saját bűneitől, önmaga múltját dolgozza fel, amire egyébként a német alkotmány kötelezi is. A német alkotmányban van egy olyan cikkely, amely a mindenkori kormányt is arra kötelezi, hogy a német társadalomban folytassa, kövesse és fejlessze a múlt feldolgozását. Abból az elgondolásból, hogy így lehet csak biztosan megakadályozni, ne történjenek meg megint azok a bűnök, amelyeket Európában több állam német vezérlettel elkövetett. Tehát ez egy német sajátosság, amely sajátosság Magyarországon nincs. Itt ezért szokták mondani Németországban, hogy Magyarország nem dolgozza fel a saját múltját, sőt, nem hogy nem dolgozza fel, hanem vissza akar térni hozzá. Például a budapesti nagyszabású felújítási munkálatokról, Vár, Negyed, Kossuth tér, egyebek, tavasszal megjelent egy elég hosszú tévédokumentáció, közszolgálati adóban. Helyszíni interjúpartnerek is szerepeltek benne, történészek, meg budavári lakók, amelynek az üzenete úgy szólt, hogy hatalmi architektúrával, ez a leszordított fogalom, Machtarchitektur, az, amit az Orbán kormány most művel, mégpedig azért, mert visszavágyódik azon időkbe, amikor Horthy Miklós volt Magyarország kormányzója. És ezt mi sem bizonyítja jobban és élesebben és hitelesebben, mint az, és akkor jöttek a felkért hozzászólók, véletlenszerű hozzászólók, akik azt találták mondani, hogy ők már gondolatban csomagolnak, mert attól tartanak, hogy előbb vagy utóbb ismét deportálják őket Magyarországról. Szóval ez a mértékű és ez a ilyen súlyú vád ritkán, még a német sajtóban is ritkán fogalmazódik meg. És jellemző, hogy ebben az évben történt ez, tehát ezek mind frissebb anyagok. Visszamehetünk a 90-es években, akkor is voltak ilyenek, de nem ilyen éles és ilyen szemérmetlen módon. Tehát a magyar-német viszonyban és a Magyarország kép megalkotóinak a világában mindig ott van ez a közös múlt, amelyet egyrészt maga oldalán tisztára mossa a német fél, ezért akar mindig elől járni. Mindenben elől van, mindenben. Tehát az atomenergia ellen, a homoszexuális jogaiban, mindenben legelől. Ezt én most idézem részben a kommentárokat a júniusi sajtóból. Az egyik úgy szólt például, hogy az a legszomorúbb a stadion kivilágítása
napján írták ezt, vagy másnap, hogy nem a melegek jogairól szólt ez tulajdonképpen, hanem arról, hogy mi vagyunk a legelsők, mi vagyunk a legjobbak. Ezt egy német újságíró írta. Szóval ez az, ami a különleges nehezéke ennek az ügynek. Természetesen azért, mert mint ma hallottuk és beszéltük, Magyarország az utolsó csatlósa volt, többé-kevésbé, még hogyha nem is Magyarország volt, aki a fő vezérséget vitte, ebben német és zsidó szerzők is megegyeznek. De ez nem ment, csak magyaráz. Például azt, hogy miért nincs olyan súlya Magyarországon a náci múlttal való szembesülésnek, mint Németországban. Ezzel erről értelmes párbeszédet érdemes folytatni, tanítani is kell, kutatni is, és miért ne. A baj csak az, hogy nem ez a célja azoknak a sajtó munkáknak, amelyek meghallgatni se akarnak mást, hanem elsősorban hangulatot akarnak kelteni, mert egyetlen céljuk, fő céljuk az, hogy Orbán Viktort megbuktassák, vagy hozzájáruljanak ahhoz, hogy megbukjon. Hogy miért ennyire, ez is egy kérdés, ha megengedi, hogy magamnak tegyem fel a kérdést. Miért? Végül is nem érthetetlen, hogy egy ilyen kis ország, ilyen tulajdonképpen jelentéktelen ország, ha végignézzünk a térképen, nem? Lehet, hogy néha nagyobbnak akar látszani, de ettől még kicsi marad. Miért? Ebben lehet, hogy van némi magyar felelősség, de a felelősség kérdése, ha felvetődik, úgy, számomra úgy fest, hogy 2009-ben, amikor még egy másik kormány volt hatalmon Magyarországon, de amikor látszott már jóformán biztosnak vették önnek többen, hogy ez a kormány le fog köszönni, és egy új kormány fog jönni, amely, és erről látszott már, és ezt terjesztették róla már 2009-ben, hogy ez egy olyan kormány, amellyel visszatér a magyar nacionalizmus, antiszemitizmus, rasszizmus, ezek mind fogalmak, ami 2009-2010 elején terjedtek a német sajtóban. Még meg se született az Orbán kormány, már elkezdtünk félni, hogy mi lesz itt Magyarországon. Talán a történetiségét nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert sok mindent megmagyaráz. Az, hogy ebbe belenőtt a miniszterelnök Magyarországon, belenőtt ebbe a szerepbe is, és védekezik, és néha ő is hibáz, hát hogy ne hibázna, de nem ilyen mértékben. Nem ilyen mértékben, amit mondanak róla. Tehát ez a történetiség és az arányok, az aránytalanságok, azok, ez az, amivel érdemes foglalkozni, mert akkor jobban értjük, hogy miért romlott el ennyire. A fő válaszom az, hogy a német-magyar kapcsolatokban már korábban léteztek nem érzékelt, vagy nem elfogadott, vagy nem kevésbé komolyan vett olyan elemek, amelyek azt mutatták, hogy a két társadalom, és nem csak a kormányok, nem elsősorban, két társadalom különfejlődik, szétfejlődik. És ez 90-es évek elejétől látható. Érdekes módon pont akkor, amikor a Magyarország elindult a demokrácia útján. De már a legelejétől bizonyítania kellett újra meg újra, még a baloldali kormányok idején is, hogy ő valóban azon az úton van, és ő demokrácia akar lenni, sőt, lehet, hogy már az. Tehát ez a bizonyítási kényszer az az alapelem, amely 90 óta, gyakorlatilag 90 óta, mert ott akkor szerencsétlen módon, bizonyos szemszögből, szerencsétlen módon Antal József nyerte meg a választásokat, és nem az a közeg, amely befutónak ígérkezett. És ez rendtentő mértékben elbizonytalanította a német elitet is, amely szintén nem Antal Józsefet várt a hatalomba. És azóta ez az bizonyítási kényszer ott van, és ott lehet, mert a társadalom is így gondolkodik Németországban. Ezt kéne látni, a társadalom többsége nem úgy gondolkodik, mint Magyarországon, de fordítva is igaz ez. Szétfejlődik, ami a nemzethez való viszonyt illeti, a nemekhez való viszony, ez viszonylag új, de nem annyira új, most tört ki inkább.
a valláshoz, a nép nemzeti kérdések, kisebbségekhez való, a saját magukhoz nem nincs kapcsolatuk már a németeknek. Hát a német nyelvnek a hanyatlása Németországban zajlik. Egyetemeken már germanisztikai tanszéken is angolul tartják az órákat sokszor. Germanisztikán. Tehát más a felfogásuk. Tehát ahogy elfejlődnek maguktól Európa felé, mert ugye ez az új célpont, több Európa, kevesebb nemzet. Más szóval, minél kevesebb német nemzet, annál több Európa legyen. Ez rímel az Európai Egyesült Államok víziójára. Miközben Magyarországon az ellenkező irány alakult ki, jobbik esetben a patriotizmus erősödött meg, rosszabbik esetben a nacionalizmus, amiből van egyébként Németországban is, nem kis arányban. Lehet, hogy még nagyobb arányban, hogyha az országok méreteit összehasonlítjuk. Tehát két úton jár a két társadalom, és ez így volt az elmúlt, Orbán előtt is így volt. És ezek az utak nemhogy nem közelednek, és nem térnek úgy egy olyan sávba, amely legalább párhuzamos legyen egymással, hanem tovább szétfejlődik. Családpolitika nagyon, nagyon világos, hát a vak is látja, hogy ez arra van, hogy egy magyar valószínűleg többségi felfogást, érzületet, lelkületet a gyakorlatban és politikailag megvalósítson. De egy ilyen politikával Németországban még a hagyományosan gondolkodó családok sem nagyon tudnak erre ráhangolódni. Legalábbis nem olyan arányban, mint Magyarországon. Most ebből ezt most folytathatnám, de most befejezem egy felvetéssel, mert hogyha megkérdeznének, hogy akkor mi a teendő, még egy utolsó kérdést magamhoz. Mi a teendő akkor? Hát akkor ez hogy? Egy nagy és egy kicsi? Hát akkor a nagy mindig nyer. Hát pontosan ez a nyitja a problémának. Nem demokráciát kell kérni, hanem pluralizmust. A pluralizmus az, amely a demokrácia hiányait kiegyenlíti, kiegészíti jó lesően, mert nem azt nézi, hogy ki van többen és kevesebben, hanem egyenlő mértékben osztja el a szerepeket, a felelősséget, mert azt mondja, hogy a kicsi is egyenrangú a naggyal. Ez a pluralizmus. És ezt néha kifelejtik a vitákból, hogy ha demokrácia, az szép, de az nem elég. Most ezt kivetítve Európában, én azt mondanám, hogy ami Németországban helyes, lehet, hogy Magyarországon nem az. És fordítva. Ami itt helyes, Németországban valószínűleg nem. Van, amikor mind a két oldalon helyes. De ha nem, akkor fogadjuk el. És ne akarjuk a másikra rá erőszakolni azt, mondván, hogy az a jobb, a magasabb rendű. És akkor talán, ha elfogadjuk ezt az egyenrangúsági elvet, amely szerintem egy ős liberális érték, azt kibányásszuk és használjuk, akkor lehet, hogy könnyebb megegyezni. De szóval a válasz arra a kérdésre is, hogy most kitől függ, hogy javuljon a helyzet. Ha a legjobb indulatú kancellár fog majd holnap Orbán Viktornak telefonálni, akkor is, hogy üljünk le, fiú, üljünk le, beszélgessünk. Akkor is marad egy nagy feladat, ezt az egyenrangúságot valahogy újra fogalmazni és emlékeztetni arra, hogy ez egy európai érték, amit érdemes követni.